Varázslatos Magyarország a nyár folyamán megkereste az igazgatóságunkat, hogy valamilyen közös projekt során próbáljunk egy adott területen, egy védett természeti területen, vagy egy Natura 2000-es területen olyan hasznos munkát végezni, ami a természetnek is jó, illetve a résztvevő, a programban résztvevő személyek számára is. Jelenleg a Szekszárdi dombság legkeletibb részén található kakasdi borókás területén vagyunk. Egészen a 80-as évekig ezt legeltették, ide bejártak a birkák, és a birkák azok megoldották azt a problémát, amit most nektek kell megoldani. Méghozzá azt, hogy visszarágták azokat a cserjéket, amik leárnyékolták, letakarták volna a területet, és ezáltal ezek a védett növények ennek köszönhetően meg tudtak nőni, föl tudtak nőni. Én úgy gondolom, hogy az ilyen munkáknak nem csak az a egyik fontos tényezője, hogy kijönnek, friss levegőn vannak, megismerik az országnak egyik nagyon szép, különleges vagy kevésbé ismert területét, hanem az is a nagyon fontos szerepe ennek, hogy megismernek egy olyan tevékenységet, amitről lehet, hogy egyébként nem is tudnak, és ezt be is tudják mutatni, tudják ezt tolmácsolni a nagy közönség felé. Úgy gondolom, hogy egyéni szinten kezdődik az, hogy az ember hozzájárul a környezete megóvásához, és nagyon örülök, hogy én ilyen szinten most ehhez hozzá tudtam járulni. Ebben a pillanatban szálltunk ki a kenúkból, a Vén-Dunán neveztünk, egy fantasztikus félórás hajóút, 40 perces hajóút áll mögöttünk. Gyönyörű szép a természet, nagyon békés itt, és ezt a lehetőséget kaptuk a Duna-Dráva Nemzeti Parktól, hogy cserébe a munkánkért, amit délelőtt elvégeztünk, egy ilyen kenutúrán vehettünk részt. Ez volt az ötödik Ma egy fészek holnap az óceán természetvédelmi programunk ebben az évben, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon jól sikerültek ezek a programok. Mindig fantasztikus csapat gyűjt össze, természetbarát, természetszerető emberekkel, és nagyon sok munkát elvégeztünk, olyan hasznos dolgokat, ugye, amit a nemzeti parkoknak kértek tőlünk, és amire szükségük volt. Én azt érzem, hogy ezek a programok nagyon fontosak voltak minden résztvevőknek, akik itt voltak, és azt érezték, hogy az ő munkájuknak az eredménye az így összeadódhat. És az ő lokális, a saját cselekedetük, amit megtesznek a környezetük védelme érdekében, abból mind születhet valami nagyobb folyamat, valami olyan jótékony hatás, ami kihathat egészen tágabb környezetünkre is.